A természetvédő klub szervezésében szombaton délután buszindult a darassai kiállítóház megtekintésére, valamint ezzel egybekötve az éjszakázó helyeikre behúzó darvak megfigyelésére. Úgy látszik, ezen a napon csak a fiatalok és az idősek voltak kiránduló hangulatban. Szilágyi Attila, a Hortobágy Természetvédő Egyesület tagja. Szervezésében jutottunk ki most Hortobágy területére, mégpedig daruvonulást nézni. Mi ez a program, amin most részt veszünk? Hát a Zöldési Házak közösen a Természetvédő Klub szervezett egy ilyen kis kirándulást itt szombaton, aminek nem más a célja, mint hogy a balmazi városi embereket is megismertessük azzal, hogy a gyakorlatilag a városuk határában milyen mennyiségű darvak vonulnak el, amiről mindenki tud valamit, darú egy eléggé közismert madár, de talán eléggé felületesek az ismeretek ahhoz, hogy nem tudják eldönteni, hogy ez a madár, vagy gyakorlatilag hogy is néz ki, mit is csinálja a környéken. És hát környéken ez egy igen jellemző faj. Magyarországon éppen balmazi határában vonul át a legnagyobb számban, akár 30-40 ezer példát is meg lehet itt figyelni. Előtte egy kiállítóházban is jártunk. Igen, ez a Darassai Múzeum néven ismert épület. Ez a Nemzeti Parknak a természetvédelmi őrének a szolgáltatás, illetve mellette található egy bemutató rész, ahol a Hortobágy Természetvédelmi Egyesület ragadozó madárvédelmi kiállítását lehet megtekinteni. Ez a környék, tehát Darassa, tehát a Hortobágynak az északi része, a fás legelőivel, gazdag élővilágával, a ragadozó madarak az úgy elsősorban életteret, és ezt reprezentálja az a kiállítás. Persze emellett a egyesületünknek a programjaiból is kis ízelítőt nyújt, ilyen poszterek, táblók segítségével a bemutatók.